Nem akarok ebben a pillanatban reagálni. Ebben a pillanatban azt hiszem, hogy a legfontosabb az az, hogy várjuk meg a bíróságnak a végleges döntéseit, mert lesz elég időnk arra, hogy eldöntsük, hogy kiből lesz ideiglenes polgármester, vagy kiből nem lesz ideiglenes polgármester Kolozsváron. És ebben a pillanatban még az is benne van, és őszintén remélem ezt is, hogy a polgármester ismét felveszi a munkáját. Nem akarok itt most különböző feltevésekbe bonyolódni, azt hiszem, hogy nem a sajton keresztül kell egymásnak üzengessünk, hanem megtaláljuk majd a módját, hogy ezt a dolgot megbeszéljük. De mégis hogyan vélekedik arról, hogy az RMDS megyei elnöke nem támogatja az RMDS polgármesterét ebben a pillanatban? Vajon valami egyesség van a háttérben? Ezek feltételezések, tehát még egyszer ki szeretném hangsúlyozni, mindenkit a saját nyilatkozatai minősítenek, és azt hiszem, hogy ebben a pillanatban vagy nem vagyunk bizonyos információk birtokába, és ezeket mind végig kell tárgyalni. Volt még erre precedens más alkalmakkor, amikor ilyen helyzet alakult ki? Voltak. És akkor ez nem az első, vagy nem is a második alkalom? Legalábbis az elmúlt 6 hónapban nem az első, és úgy néz ki, hogy nem is az utolsó.